bértámogatás, míg augusztusban érdemes élni a foglalkoztatási paktum lehetőségével. Iskolakezdés, több tízezer forintos kiadás előtt állnak a szülők. Tábor, képregényeket rajzolnak a gyerekek a Móri Zsigmond könyvtárban. Híradó a Nyíregyházi Televízióban, jó estét kívánok! Míg augusztusban érdemes igénybe venni a nyíregyházi foglalkoztatási paktum bértámogatási lehetőségét, az ebben a hónapban beérkezett igények ugyanis hosszabb időtartamra kapnak támogatást. Fontos változás az elbírálás kapcsán, hogy már nem csak a nyíregyházi vállalkozások, hanem a nyíregyházi járásban működők is az elsődlegesen támogatni kívánt munkáltatók listáján szerepelnek. Fontos támogatásról döntenek a Városházán az irányító csoport tagjai, milliárdos keretösszegből tudják segíteni a nyíregyházi vállalkozásokat. A cégek akár 100%-os intenzitású bérköltség támogatást is igénybe vehetnek a Paktum irodán keresztül, ha felveszik a nyíregyházi szakemberekkel a kapcsolatot. Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatallal együttműködve valósítja meg a Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum című projektet, amelynek már évek óta célja a foglalkoztatás hosszú távú fejlesztése a megyeszékhelyen. Most arra szeretnék felhívni a munkáltatók figyelmét, hogy még augusztusban vegyék fel a kapcsolatot a Paktum irodával. Azért szeretnénk javasolni mindenkinek, hogy használja ki ezt a lehetőséget, mert most még ugye hosszabb időtartamra tudják ezt a támogatási forrást igénybe venni a cégek. Ugye minél előbb nyújtják be a Paktum irodához a kérelmüket, annál több időtartamra tudjuk biztosítani számukra a támogatást. Ma is lesz egy irányító csoportülésünk, ezen még 8 plusz 4 hónapra fogunk tudni támogatást nyújtani a cégek számára, ezért is javasolnánk és tényleg buzdítanánk mindenkit arra, aki szeretne élni ezzel a lehetőséggel, hogy minél előbb nyújtsa be, és akkor most még ugye hosszabb időtartamra. A következő irányító csoportüléstől már vélhetően csak 7 hónapra fogunk tudni támogatást nyújtani a cégeknek, ami 3,5 hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel jár majd. A munkáltatók így több hónapon keresztül bér- és bérköltség támogatást kaphatnak a foglalkoztatni kívánt személyre. Utófinanszírozásban minden hónapban kiutalják a bruttó bért és a szociális hozzájárulási adót a cégeknek, tette hozzá Zselemese. A támogatás igénybevételéhez az érdeklődőknek a Paktum irodával kell első körben felvenni a kapcsolatot, hogy benyújthassák igénybejelentésüket. A dokumentumcsomag kitöltését követően az igények vizsgálat alá kerülnek, majd a projekt keretében működő irányító csoporthoz döntést a beérkezett kérelmekről. Amennyiben jóváhagyásra kerül az irányító csoport által egy adott munkaerőigény, a kormányhivatalnál dolgozó szakmai megvalósítók veszik fel a munkáltatókkal a kapcsolatot, a támogatási kérelem dokumentáció benyújtásának céljából, majd ezt követően léphet életbe egy-egy támogatási szerződés, ha a végrehajtó szervezet is elbírálta és jóváhagyta azt. Elsősorban korábban az irányító csoportunk a Nyíregyházán működő cégeket támogatta, de ezt most kibővítettük, és a nyíregyházi járásban működő cégekre is kiterjesztettük. Tehát ugye sokkal nagyobb körben tudjuk így most már a támogatást biztosítani. Így most már akár Nyírpazonyból, Napkorról, Apagyról vagy akár Újfehértúról is várják az érdeklődő vállalkozásokat. Nyíregyházán kívül összesen 14 településről. A Paktum keretében akár az újonnan indult cégeket is tudják támogatni, és a tevékenységi kör sincs megszabva, kivételt jelentenek viszont például a dohányboltok vagy a kocsmák. Az igénybejelentés egyszerű és akár egy hónapon belül elbírálásra is kerülhet, eddig már több mint 1000 céget és 1700 álláskeresőt sikerült bevonni a projektbe. Átlagosan nagyjából 20 ezer forintot, ha táskát is vásárolnak, akkor dupla ekkora összeget költenek a szülők egy gyermek iskola kezdésére. Az iskolák és a boltok is összeállítják a tanévkezdési listákat, de a végösszegek között így is óriási lehet a különbség. Rengeteg termék közül tudnak válogatni a gyerekek a papírírószerboltokban, a színes, feltűnő, mesefigurás eszközöket kedvelik a legtöbben, és általában ezek is a drágább termékek. Pár száz forinttól több ezer forintig is lehet már például toltartót vagy füzetet kapni. A boltok segítik a szülőket, különböző csomagokat állítanak össze a különböző korú gyerekek számára, így a lista alapján megvehetik a szükséges ceruzákat, tollakat és vonalzókat. A nyári szünet vége felé már a diákok is várják az iskolakezdést, még ha nem is az új tanszerek miatt. Barátok miatt. Meg hogy hát találkozunk, játszunk együtt, focizunk,
rajzolunk, meg hogy hát együtt tanulunk. A tanszercsomagok általában az első osztályosoknak a legdrágábbak, hiszen akkor még minden újdonság, mindent meg kell vásárolni. A legnagyobb tétel ezek között az iskolatáska szokott lenni, ahol szintén óriási eltérések vannak az egyes darabok árai között. A legtöbb szülő felkészülten érkezik a boltba, saját lista alapján vásárol. Megvásárolunk mindent, amire szükség van. Ugye előtte megnézzük, hogy mi az, ami van már otthon, amit már nem szükséges még egyszer megvenni, és eljövünk és megvesszük. A szülők általában az augusztusi fizetésből vásárolnak be a szeptemberi iskola kezdésre, így a papírboltok ezekben a napokban biztosan megtelnek majd. Mindenféle iskolaszer, füzetek, írószerek, rajzeszközök, ezek ugye ilyenkor vásárolják be a szülők az egész évre szóló mennyiséget. Iskolatáskát nagyon sokan vesznek ilyenkor. Emellett talán vesznek olyan dolgokat is, ami kedves a gyerekeknek, és szeretnek vele iskolába menni. Ez a tapasztalat, hogy azokat a dizájn termékeket is azért csak megveszik a szülők, amitől jól esik az iskolába járás. Igyekszünk ezeket nagy választékkal támogatni, kedvező árakat kialakítani a viszonyokhoz képest, hogy minél kevésbé terhelje meg a pénztárcát ez a vásárlás. Emellett mindig van valamilyen akciónk, általában ajándékokat adunk a vásárlás értéktől függően. Az elmúlt időszak tapasztalata alapján átlagosan 20 ezer forintot költenek egy gyerek írószer csomagjára a boltban, ha viszont táskát is vásárolnak, akkor nagyjából ennek az összegnek a dupláját fizetik a kasszánál a szülők. A tavaly nyáron megnyitott képregénytár nagyon kedvelt a fiatalok körében is. Mostanra külön bejáratot és újabb kiállító falat kapott, igazi kis intézményé vált a könyvtár első emeletén. A tapasztalat indította a gondolatot, hogy hirdessenek képregényes tábort általános és középiskolások számára, akik képregény újságot is készítenek. Jövőre talán több turnusban is megszervezik a tábort. 20 helyet hirdettek a Móricz Zsigmond könyvtár képregény tárában megszervezett alkotótáborba. Néhány nap alatt betelt a lehetőség, és ma már a délelőtti rajzolás után filmet néztek a diákok a Kródi Átmoziban, közben készülnek a képregény újság nyomtatására. Mostan még elkezdtem ilyen realisztikusabb rajzokat is. Igen, de látszik, hogy a Stranger Things-ből van, ugye most eléggé megy. És még a kedvenced ezek közül, amiket most hoztál? Nincsen kedvencem. És mivel szoktad festeni? Az akvarellel van? Inkább ilyen alkoholos fiasztollakkal, meg akvarellszerűvel. Történeti áttekintéssel kezdődött hétfőn az első alkalommal megszervezett képregénytábor. Ennek fajtáiról, múltjáról, az európai divatról és a manapság divatos japán mangáról, a film és a képregény párhuzamáról és egyéb érdekességekről beszéltek a táborvezető szakemberek. Jött aztán a karaktertervezés és az otthoni munkák értékelése. Én ezt régóta tapasztalom, hogy a gyerekek körében nagy az érdeklődés a képregény iránt, de nem csak úgy, mint fogyasztók, hanem úgy is, mint rajzolók. Tehát nagyon sokan rajzolnak képregényeket, tehát ahol én is tanítok, ott is felvételiztetünk művészeti szakközépiskolába, és amikor jönnek felvételizni és hozzák az otthoni munkáikat, akkor nagyon gyakran találkozunk képregény rajzokkal a munkák között, és ott sokszor kérdezem meg én is, hogy érdekli-e a képregény, miért szereti, és akkor kiderül, hogy hát elég komoly rajongó tábora jön, de olyan szinten, hogy ő ezt szeretné meg is tanulni, tehát rajzolni is ezt a dolgot. És akkor innen adódott ez az ötlet, hogy tulajdonképpen, ha már egyszer létrehoztuk ezt a képregénytárat, és eleve vannak kiállításaink. A kiállítások megnyitói mindig az alkotók beszélnek az alkotói folyamatokról, és a közönség közül mindig találunk olyanokat, akik olyan elszánt képregényesek. Itt a táborban kapnak ezek az érdeklődő fiatalok tanácsot és gyakorlati útmutatót. Szertágazó szakma ez, mondja Kertész Sándor, több területen van lehetőség a rajzolásra, tele van a világ animációval. Hatalmas felvevő piaca van a szakmának, ami biztos pályaképet ad a diákoknak, éppen ezért van szükség a műfajnak a népszerűsítésre, ilyen ifjúsági táborokban is, hogy évtizedekig élhessen tovább.
Az utóbbi időknek egy jelensége az, hogy a képregény egy kicsit olyan önkifejezési formává is vált. Tehát magyarul nem csak piaci alapon kezdenek képregénnyel foglalkozni a fiatalok, hogy majd ebből akarnának megélni, hanem egyszerűen a gondolataikat, az érzéseiket, a világlátásukat ilyen képes történetekbe kezdik el elmesélni, ezt megosztják a Facebook felületeiken, internetes platformokon, és őket ez úgy tulajdonképpen egy ilyen sajátos önkifejezési forma. És vannak azok, akik grafikus pálya körül mozognak, és egyre inkább érződik az, hogy aki ma egy pályát választ, az nem egy valamivel foglalkozik, hanem mondjuk egy jó grafikusnak tudnia kell könyvet illusztrálnia, újságrajzokat készítenie, képregényt rajzolnia, animációval kell foglalkoznia, a nyomdatechnikát ismernie kell, a filmművészetben valamelyes jártasnak kell lenni. Képregény újság is lesz a tábor végén. Digitalizálják és megszerkesztik a képeket, így önálló kiadvány készül egy nyomda látogatás keretében a diákok munkáiból. A tervek szerint jövőre ismét meghirdetik a tábort, akár több turnusban is, de már ezen a nyáron is találkozhatnak a képregényesekkel augusztusban, a Vidor Fesztivál idején, amikor ismét megnyílik a Képregény utca. Folytatódik a térzene program a város több pontján. Mindjárt jönnek a részletek, de előtte nézzük a nap további híreit. Közművezeték építését végzik az északi körúton. Forgalomkorlátozásra kell számítani a belső sávban. A táblák már az Erdősortól jelzik a sebességkorlátozást, hogy mindenki időben tudjon kisorolni a szélső sávba. Ráfutásos baleset történt az állatpark oldalában Sóstó gyógyfürdőn. Nagy sebességgel csapódott neki egy forgalmi okokból fékező járműnek egy másik autó. A felek megegyeztek a felelősség kérdésében, senki nem sérült meg a balesetben. A belső körút felújítása érinti a Hunyadi és a László utca közötti közlekedőket is. Ezen a szakaszon forgalomkorlátozás és megállási tilalom van érvényben. A Derkovics utcán megkezdődött a 800 méteres útszakasz felújítása a Dugonics és a Tiszavasvári út között. Nap mint nap forgalomkorlátozásra kell készülni, és lesz, amikor a teljes útszakaszt is lezárják. A Vikár Fúvós Kvartettel, a Muzikál Formációval, valamint Horváth Margittal és Gulyás Attilával folytatódik a térzene. Nyíregyháza megyei jogúváros önkormányzata sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások Minisztérium által kiírt programra, így ezen és a jövő héten is előadó művészek lépnek fel a város több pontján, a Bessenyei tértől a Bújtosi Városégeten át Sóstó gyógyfürdőig. Még július elején a Keletbrezben nyitotta a térzene programot a Kossuth téren. A kezdeményezés célja, hogy a magyarországi városok, községek nyitott és zárt tereit, számos komoly zenei fellépőt, előadó művészeti szervezetet felsorakoztatva rendszeresen megtöltse színes, változatos programokkal, élő klasszikus zenével, amely olykor nem várt élményhez juttatja az arra sétálókat. A program keretében Nyíregyházán 30 alkalommal lépnek fel előadó művészek és zenekarok a város különböző pontjain. Ilyen helyszín például a Kossuth tér, a Benczúr tér, Sóstó vagy a Bújtosi Városliget. Az első 10 időpont alkalmával a Keletbrezben formációval, valamint a Szabolcsi Koncertfúvó zenekarral találkozhattak az érdeklődők. A következő 20 alkalommal pedig a Voller Vonós 4-es, a Vikár Fúvós Kvartett, a Musical, valamint Horváth Margit és Gulyás Attila szórakoztatja a zenekedvelőket. A Józsavárosban a múlt héten zárult egy 6 hetes esemény, az Ungvár sétányon a Vikár Sándor Zeneiskola növendékei és tanárai adtak hangulatos koncerteket.
Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata kiemelten fontosnak tartja a civil szervezeteknek a támogatását. Nem volt ez másképpen ebben az évben sem, ugyanis itt a Józsefvárosban több civil szervezet is működik, és ebből az egyik kiemelten fontos az Együtt a Családért Kulturális Egyesület, akik ebben az évben sikeres támogatást, vagy sikeres pályázatot nyújtottak be Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzatához, és sikeresen pályáztak erre a térzene programra. Három alkalommal valósult meg a Józsefvárosban ez a térzene program. Minden pénteken a Vikár Sándor Zeneiskola növendékei és tanárai jöttek ide a Józsefvárosba egy kicsit zenélni, és a közösségnek egy kis örömet okozni a fantasztikus előadásokkal, és egy olyan sikeres együttműködés jött létre, hogy a három alkalom helyett ez 6 alkalomra bővült, és így 6 héten keresztül tudták szórakoztatni a városlakókat ezen a területen. A közösségi életért sokat tesz az Együtt a Családért Kulturális Egyesület. Ennek egyik példája a térzene program is. Az Együtt a Családért Kulturális Egyesület nagyon nagy hangsúlyt helyez a fiatalok tehetséggondozására, illetve arra, hogy a Józsefvárosban egy pezsgő életet tudjunk biztosítani. Ennek érdekében idén nyáron Nyíregyháza önkormányzat támogatásával ide is ide tudtuk varázsolni a térzenét, Józsefváros térzene címmel. Ezt a józsefvárosi zenés programot első alkalommal rendezték meg az Ungvár sétányon. A szervező egyesület célja, hogy hagyomány váljon a térzenéből a város ezen részén is. Jól szerepelt Lengyelországban az európai egyetemi játékokon Stankovics Anna. A Nyíregyházi Sportcentrum úszója kétszer is dobogóra állhatott. Készül a magasabb osztályra a Nyikse, a kosárlabda együttes az NB1/B-ben indulhat a következő szezonban. Az év legnagyobb európai egyetemi sporteseményének, a lengyelországi Lodzs adott otthont a két hétig tartó európai egyetemi játékokon 15 helyszínen közel 6000 sportoló mérte összetudását. 2022-ben 400 magyar indult el a versenyen. Az úszók első napján a Nyíregyházi Sportcentrum úszója, a Miskolci Egyetem hallgatója Stankovics Anna 50 méteres gyorsúszásban állt rajtkőre, és remek hajrával elsőként csapott célba. Szolár Gergő tanítványa 50 méteres mellúszásban is elindult, és ott harmadik lett. Az NB1B-ben játszott a következő idényben a Sunshine Nyikse. A csapat bár második lett az NB2-ben, mivel volt olyan együttes, mely nem vállalta a magasabb osztályt, felkérte a szövetség a nyíregyháziakat. Mindez komoly feladatot jelent az egyesületnek, mivel utánpótlás csapatokat is kell indítani. Ennek érdekében szeretne a Nyikse együttműködni más klubokkal. Nagyon szeretnénk együttműködni más egyesülettel. Nyitottak vagyunk, a tárgyalások még zajlanak. Nyilván a mi U18-asainkat kiegészítenénk, illetve más városból is hoznánk vissza eddig ott tanuló nyíregyházit, de mindenképpen a nyíregyháziakra építünk. Ez egy óriási lehetőség a nyíregyházi fiataloknak, mind most, mint pedig a későbbiekben, amikor már akár NB1B csoportos csapatban is játszhatnak, annak ellenére, hogy esetleg nem tudnak eljutni, hiszen oda kevesen érnek el, hogy az A csoportban, adott esetben a Blue Sharks-ban játszanak. A keretet is szeretné fiatalokkal megerősíteni a Nyikse, de nagy mozgás nem várható. Korábban kupamérkőzéseken játszott már NB1B-s csapattal a kosárlabda együttes, és szoros mérkőzéseket vívott. A nyírségiek régi vágya teljesült a feljutással, és szeretnének jól szerepelni a magasabb osztályban is. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer, röviden. Még augusztusban érdemes igénybe venni a nyíregyházi foglalkoztatási paktum bértámogatási lehetőségét, az ebben a hónapban beérkezett igények ugyanis hosszabb időtartamra kapnak támogatást. Fontos változás az elbírálás kapcsán, hogy már nem csak a nyíregyházi vállalkozások, hanem a nyíregyházi járásban működők is az elsődlegesen támogatni kívánt munkáltatók listáján szerepelnek. Átlagosan nagyjából 20 000 forintot, ha táskát is vásárolnak, akkor dupla ekkora összeget költenek a szülők egy gyermek iskola kezdésére. Az iskolák és a boltok is összeállítják a tanévkezdési listákat, de a végösszegek között így is óriási lehet a különbség. A tavaly nyáron megnyitott képregénytár nagyon kedvelt a fiatalok körében is. Mostanra külön bejáratot és újabb kiállító falat kapott, igazi kis intézménnyé vált a könyvtár első emeletén. A tapasztalat indította a gondolatot, hogy hirdessenek képregényes tábort általános és középiskolások számára, akik képregény újságot is készítenek. Jövőre talán több turnusban is megszervezik a tábort.
A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!